Deltora királyságát ellepte a sötétség. Volt idő, amikor Deltora öve megvédte a birodalmat a gonosztól. Adin király volt az, aki elkészítette az övet és rárakta mind a 7 törzsi égkövet. Mindegyik kőnek egyedi varázsereje van, és egyesítve legyőzhetetlenné tették Deltorát. De az égköveket ellopták, és szétszórták az ország legveszélyesebb vidékein. Ez az árnyak urának műve volt, aki zsarnoksággal akarta irányítani a birodalmat. Ebben a sötét időben öltött alakot a remény és a bátorság. A kétségbeesésből kiemelkedve egy fiú elindult, hogy megtalálja a 7 égkövet. Ezek Leif, Barda és Jászmin kalandjai. Deltora Quest. Hőseink elindultak, hogy megtalálják a 3. égkövet, de csapdába ejtették őket téged gyermekei. Leifnek hála, sikerült megmenekülniük. Tomboltjában lyukadtak ki, ahol fura és mágikus dolgokat vettek. Megjelent egy titokzatos férfi, aki az ellenállás jelét rajzolta a pultra. Mindezek ellenére nem sikerült elnyernie Jászmin bizalmát. Sietniük kellett, hogy a patkányok városába érjenek, de sajnos elvesztették az irányítást a madredek felett, és hőseink ájultan zuhantak a földre. Vajon mi fog történni velük? Noradz a tiszta. Mi folyik itt? Várjunk csak! Hol a kesztyű? És a kardom? És a köpenyem? Még egyszer! Ha? Mit csináltok velünk? Megtisztítunk. Hogy micsoda? Noradz egy tiszta város. Ezért hát mindent megtisztítunk. Tiszta Noradzot! Tiszta Noradzot! Nektek is mondanotok kell. Tiszta Noradzot! Tiszta Noradzot! Tiszta a Úgy tűnik, hogy ők így köszöntik egymást. Szerintem tegyük, amit kér. Oké. Okay. Én aztán nem járatom le magam. Tiszta... Tiszta... Noradzot. Noradzot. Tiszta Noradzot. Tiszta Noradzot. Tiszta Noradzot. Tiszta Noradzot. Elnézést, de hol vagyunk? Ez itt Noradz. Noradz? Akkor ez nem a patkányok városa? Nem látunk szívesen titeket. Mondjátok, miért jöttetek? Igazság szerint mi nem akartunk idejönni. A hátasaink megvadultak, aztán leestünk, és onnantól nem emlékszem arra, hogy mi történt. A kapu előtt hevertetek, a holmitok szétszórva. Állatoknak semmi nyoma nem volt. Mivel ájultak voltunk, ezért csak megtippelem, hogy valahová elrohantak. Azt gondolja, hogy direkt kiütöttük magunkat a kapu előtt. Tisztátalan! Vigyázz a nyelvedre és tisztelettel beszélj! Nem tudod, hogy kivel van dolgod? Én Rész vagyok, az első a 9 rákacsárból. Noradz vezetője. Hát, igazán csodálatos.
Kérem, bocsásson meg neki. A vendégei vagyunk, nem szándékozunk gondot okozni. Norácban mi tartatjuk be a tisztaság, kötelesség és óvatosság törvényeit az emberekkel. Így a város biztonságos maradhat. Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Uram, meg tudnám mondani, hogy hol van a holmik? Egy másik szobában sterilizálják őket. Na és hol van Krieg? Hogy mi? Van egy negyedik társatok is? Nem, Krieg egy madár. Egy madár? Egy madár? Hihetetlen. Ezt nem hiszem el. Hogy lehet ez? Egy állat? Az egyik társatok? Féli biztonságban van. Még szép, hogy. Akkor jobb, ha még hallgatsz róla. Köszönjük, hogy befogadtak minket a törvényeik tiltása ellenére. Viszont a szíves engedelmükkel szeretnénk visszakérni a holminkat, hogy folytathassuk az utunkat. Mit tegyünk? Szerintem tegyünk, úgy, ahogy elbízunk. Tartsuk még itt őket. Itt az ideje enni. Mindhármótoknak meg lett terítve az étkezőben. A kilencek már megtisztították az ételt. Ez nem egy egyszerű vacsora. A megtisztított ételt egy órán belül meg kell enni. Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Biztos éjjel-nappal takarítanak, ha minden ilyen tiszta. Mi baja van ezeknek? Az egész város tisztaságmániás. Sok szappant használhatnak. El kell végeznünk a kéztisztítási ceremóniát. Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Sikáld és sikáld a tenyered! Sikáld, sikáld! Sikáld és sikáld a kézfejed! Sikáld, sikáld! Sikálj és sikálj az ujjaid között! Sikáld, sikáld! Sikálj és sikálj a körmeid alatt! Sikáld, sikáld! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Oké, surolj és sikálj, megértettük. Sikáld és sikáld a tenyered! Sikáld és sikáld a kézfejed! Sikálj és sikálj az ujjaid között! Eddig egy kicsit éhes voltam, de ettől sikálj és sikálj a körmeid alatt! Nekem is! Csak tegyétek, amit kell! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Ezek a körmök tiszták? Ezek a körmök tiszták! Most meg mit csinálunk? Ez a körömvizsgáló ceremónia. De hát most tisztítottuk meg őket! Norácban a teljes tisztaságra törekszünk. Jászmin! Rendben. Ezek a körmök tiszták? Ezek a körmök tiszták! Ilyen nagyok az asztalok. Mintha újra 5 éves lennék. Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Aha, várjunk, se villa, se kanál. Akkor nyugodtan kezdje lenni. Kezdődjön a lakoma! Tiszta Norácot! Tiszta Norácot! Ide nézzetek! Ez nem lehet igaz. Ez itt tényleg Csoki. Igen, ez az. 16 év alatt, amíg palota őr voltam, sose ettem Csokit. Mi az a Csoki? Tényleg finom? Kóstoljátok meg! Édes, sejmes és szétolvad a szánkban. Igazad van, ez finom! Még nem ettem ehhez foghatót. És ez a csirke? Ez is nagyon finom. Legalább az étel jó, ha más nem is. Ha... Vizet. Elnézést, de az a víz arra van, hogy megmossa a kezét. Nem arra, hogy igyon belőle. Mondhattad volna előbb is. Sajnálom. Ha
étel! Vegyék fel! Leesett! Fogják el a vétkest! Elfogni a vétkest! Fogják el! Mi a neved? Tira vagyok, uram. Tira, leejtette a földre az ételt. A leejtett étel rossz. Rész, uram, rettentően sajnálom. Kérem, bocsásson meg. Tira! Bűnös vagy. Bűnös! A gonoszt meg kell tisztítani 100 korbácsütéssel. Tiszta Noradzot! Csak azért, mert véletlenül leejtette. Ez rettenetes. Kérem, hagyja! Hm? Engem büntessen meg. Az én hibám volt, hogy leesett az étel. Te? Te tetted ezt? Igen, és nagyon sajnálom. Én legszívesebben őt is megbüntetném. Idegen vagy és tisztátalan. Viszont nem ismerheted a törvényeinket. A kilencek úgy döntött, hogy nem fog megbüntetni téged. Aha. Köszönöm a kedvességét. Te mindig csak a bajt keresed? De ezt nem hagyhattam. Szerintem tűnjünk el innen, amint lehet. Hé, Fili! Úgy döntöttél, hogy előjössz? Ez meg mi? Mi ez? Egy állat! Egy állat van a házban! Hogy történhetetlen? Fili! Nézzék! A tisztátalan állat hozzárohant! Ott van rajta! Elfogni! El kell kapnunk! Fili, menekülnök kell! Gyorsan, keresd biztonságos helyet! Te lány! Add át azt a goroszlét! Gyerünk, bújj el! Megvagy! A mocskos lény elmenekült! A tisztátalanok ránk szabadították a gonoszt! El akarnak pusztítani! Tárgyalást! Ki kell űznünk a gonoszt Noradzból! Megtalálták a gonosz lényt? Nem, még nem. Nem várhatunk tovább. Azonnal megkezdjük a tárgyalást. Ezen tisztátalanok miatt a gonosz behatolt a városunkba. Megszegték a legfontosabb törvényt. A kilencek egyhangú döntést hozott. Ki kell végezni titeket? Ezt nem tehetik! Kivégezni? De Noradz kegyes törvényeinek értelmében a végső döntést a Szent Urna fogja meghozni. Én, mint a kilencek vezetője, csak azt kívánom, hogy Noradz tiszta, törvényes és becsületes hely legyen. Mi lehet az a Szent Urna, amiről beszél? Ez a becsben tartott urna felfedi az igazságot, tiszta Noradzot! Tiszta Noradzot! Fény és sötétség. Egyikőtök előlép és húz egy lapot az urnából. Hm?
Bolondnak nézünk ki? Ez nem igazságos, csupán puszta szerencse. Szerencsejátékkal döntötök a sorsunkról? Ez őrültség! Ki fogja kihúzni a kártyát az urnából? Én leszek az. Akkor gyere ide! Fordulj meg! Beleteszem a kártyákat az urnába! Most húzz egy lapot! Mutasd meg a kártyát, amely eldönti sorsotokat! Ez a sötétség lapja. Itt, ami elbuktunk. Mi? Valamit el akar mondani. Mindkét lap sötét volt. Valahogy kicserélhette őket. Miért habozol? Mutasd meg! Szóval Reese hazug és csaló. Ha megmutatom a kártyát, végünk. De még ha a másik is sötétség, akkor sem fogja beismerni, hogy ő csalt. Akkor most mit csináljak? Megvan! A topáz majd segít megtalálni a választ, mert kitisztítja az elmét. Azonnal mutasd meg, tisztátalan! Igen, már is. Elnézést, ügyetlen voltam. A lap beleesett a tűzbe. De ez nem lehet probléma. Így is könnyedén meg tudja mondani, hogy melyik lapot húzta. Mi? Hogyan? Annyit kell tennie, hogy belenéz és megmondja, mi van benne. Mutassa meg! Ez a sötétség lapja, uram. Ha megmaradt lap a sötétség lapja... Akkor Leaf a fényt húzta ki! A tisztátalan a fénykártyáját húzta! Az urna beszélt! Szép munka volt, Lee. Most azonnal tűnjünk el ebből az őrült városból. Az urna valóban megkegyelmezett, de attól még nem mehettek el. Börtönbe velük! Ott élitek le életeteket, és megbánhatjátok bűneiteket! Be akar zárni? Ezt nem teheti! Ez nem igazságos! Noradznak örökké tisztának kell maradnia. Nem bocsátunk meg a gonoszaknak és tisztátalanoknak. Keressék tovább azt a lényt, ami beszennyezi a városunkat és az életünket. Meg kell találnunk, mielőtt leszáll az ég. Még mit nem fogom itt leélni az életemet egy ilyen helyen! Hé!
örökre bebörtönöztek. Szerencsére Tira a segítségünkre siet, és meg tudunk szökni. De Reese nem enged el minket olyan könnyen. A következő részben a szökés!